Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele, első részének 30. versében így olvashatjuk. Tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Kedves testvéreim, folytassuk a múlt vasárnap elkezdett felsorolást, mit kap a hívő ember Istentől az újjászületésben. Mi az a gazdagság, amit mindannyiunknak kínál, ami Urunk? Mi az, ami nélkül okkal szűkölködünk, ha még Jézus nélkül élünk? És mi az, ami már a miénk, csak sokan nem tudják, hogy milyen gazdagságot kaptak, és ezért nem használják azt. A múltkor láttuk, hogy Isten első és legfőbb ajándéka, hogy a hívőnek magát, Jézus Krisztust adja. És idéztük a Római Levél 8. részéből, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Isten szándéka az, hogy mindent nekünk ajándékozzon. De csak Jézussal együtt kaphat a hívő mindent. Nos, mi ez a minden? Mai igénkben 4 újabb ajándékot említ meg. Ami Urunk azt mondja, hogy Jézus Krisztus adatot nekünk Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. Nem kell megijedni, hogy ezek elvont teológiai fogalmak, ezek nem fogalmak, hanem ez a hívő ember gazdagságának egy része. Olyan kincsek, amikkel egymást is gazdagíthatjuk. Melyik mit jelent? Jézus adatott a hívőnek bölcsességül. A bölcsesség mind az Ó, mind az Új Szövetségben azt a képességet jelenti, hogy valaki egész pontosan különbséget tud tenni az Isten szerinti jó és rossz között, és mindig jót választja és csinálja is. Tehát amikor valaki tud disztingválni, mégpedig aszerint dönt, hogy Isten szerint mi jó és mi rossz, és egy pillanatig sem kérdéses a számára, hogy melyiket választja, mindig azt, ami Isten szerint jó, és már csinálja is. Akkor is, ha ezzel egyedül van, abban a közösségben, ahol él, mert ez előfordul olykor. Akkor is, ha azt mondják rá, hogy bolond vagy, mert így a rövidebbet húzod. Ő kész a rövidebbet is húzni, ha az az Istennek való engedelmesség. Mert hosszú távon nézi a dolgokat. Nem csak azt látja, hogy pillanatnyilag mi hasznosabb neki, hanem mindig azt nézi, hogy mi kedves Istennek, és tudja, hogy csak azon van áldás. És hosszú távon az fog igazán kamatozni. Nos, az ember ezt a képességét veszítette el akkor, amikor szakította jó és gonosz tudásának a fájáról. Sokan a felszínes bibliaolvasás miatt félreértik ezt az igét, és azt mondják, hogy Isten a tudás fájától tiltotta el az ember. Dehogy attól. Egyenesen biztatta, hogy ismerd meg ezt a teremtett világot, és használd, és uralkodjál rajta. A jó és gonosz tudásának fájától, vagyis attól tiltotta el Isten, hogy az ember akarja megmondani, hogy mi jó és mi rossz. Ha bízik Istenben, akkor elfogadja az ő minősítését. Amire ő azt mondja, hogy jó, én is azt mondom. Amire ő azt mondja, hogy rossz, ne csináld, nem is foglalkozom vele. Ez volt az édeni állapot. Amikor ezt az ember a maga kezébe vette, és azt mondta, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mi jó, mi rossz, majd én. Attól kezdve elveszítettük azt a képességünket, hogy igazán tudjunk disztingválni jó és rossz között, vagy ha esetleg érzékeli is az ember a különbséget, nem tudja a jót választani, vagy ha még szeretné is választani, nem tudja azt megvalósítani.
A Róma 7.18-ban írja Pál apostol, hogy tudom, hogy nincsen én bennem, azaz a testemben semmi jó, mert az akarás megvan ugyan bennem, de a jó megvalósítására már képtelen vagyok. Ő becsületes ember volt. A magam elejéből legfőjebb odáig jutok el, hogy látom, hogy ez a jó, ezt szeretném csinálni, és aztán mégse azt csinálom. Mert a megvalósítására már képtelen vagyok. Sokszor nem is érzékeli az ember a jó és azt, az igaz és hamis közti különbséget, összetéveszti, összemossa, vagy egyíti a kettőt, vagy ha esetleg látja is, nem tudja azt megvalósítani. Hadd mondjak egy példát, de sajnos sok hasonlót mondhatnék. Egyszer valaki amiatt panaszkodott, hogy elveszítette a lelki békességét, és az utóbbi időben úgy összezavarodtak a családon belüli kapcsolatai, és egyáltalán az emberi kapcsolatai is. Elment a kedve a bibliaolvasástól, és templomba se igen jár már, de nem jó ez így. Mi lehet ennek az oka? Aztán beszélgetés közben úgy mellesleg említette meg, hogy egy idő óta jár egy úgynevezett ezoterikus körbe, ahol különböző okkult gyakorlatokkal is foglalkoznak. Megkérdeztem tőle, hogy mióta vannak az említett kellemetlen tünetek. Hát ő úgy látja, hogy azóta, mióta oda jár ebbe a körbe. Tudta-e azt, hogy ott ilyen ördögi tanítás és gyakorlat is van? Tudta. Jónak tartja a Biblia ezt? Nem tartja jónak, rossznak tartja. Akkor nem kellene ezt esetleg mindenestől abba hagynia? Miért kellene abba hagynom? Kérdezte. Majd ha valaki meggyőz engem ennek a helytelenségéről. Érzékeljük ezt a lelki tomaságot? Hogy a bűn az ember értelmét is meghomályosította, ahogy arról Pál apostol nagyon világosan beszél. Hogy valóban nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Vagy amikor ő maga kimondja, hogy ez jó, az rossz, és nyilvánvaló az életében, hogy a rossznak milyen rossz következményei vannak, akkor erre az egyszerű, butának tűnő kérdésre, hogy nem kellene akkor ezt abba hagyni, azt kérdezi egy értelmes, iskolázott ember. Miért kellene abba hagyni? Majd, ha valaki meggyőz arról, hogy ez rossz. Most mi fogja meggyőzni? Tönkrement a békessége, összezavarodtak a kapcsolatai, ő maga is nyugtalan, Istentől elszakítja, tudja, hogy a Biblia szerint rossz, abba kéne hagyni. Miért kéne abba hagyni? Ilyen nyomorultá, szellemileg, értelmileg is, akaratilag is, ennyire erőtlenné váltunk, mióta Isten ellen föllázadtunk. Szó szerint így van, ahogy Pál apostol ebben a becsületes vallomásában mondja. Megsötétedett az ember értelme is, és éppen ezt a bölcsességet veszítette el, hogy tudom, mi az Isten szerint jó és rossz, nem kell különebben meggyőzni, hogy a jót választom, azt választom, és nem csak választom, hanem csinálom is. Kerül, amibe kerül. Mert nekünk a bűn világában ma már ez néha sokba kerül. De akkor is ezt választom, mert tudom, hogy ez a jó. Az újjászületésben Isten az ember értelmét is megvilágosítja. Olvasunk az igében több helyen arról, hogy újfajta gondolkozással ajándékozza meg az embert. Képesek leszünk újra Isten szerint gondolkozni. Ugye Jézus Pétert azért dolgálta meg olyan nagyon keményen, szokatlanul keményen, mert azt mondta, hogy nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. A te nagy jó szíved félt engem a kereszt haláltól. Hát azért jöttem. Az az egész küldetésemnek a célja. És ezt Péter nem értette. Nem tudsz Isten szerint gondolkozni, hanem emberek szerint. Aztán majd tudott, amikor igazán újjá lett. Nos, Isten ezt az újfajta gondolkozást ajándékozza az újjászületésben, egyebek között ezt is. Jézus adatott nekünk bölcsességül, hogy ismét világosan lássuk, mi az Isten szerint jó és rossz, hogy ugyanakkor teljesen meg legyünk győződve arról, hogy nekünk az a jó, amit Isten jónak tart, és hogyha itt néha kényelmetlen, kellemetlen, hátrányos is ezt választani, egy pillanatig sem spekulálok azon, hogy válasszam vagy ne válasszam. Számomra nincs alternatíva. Én azt akarom csinálni, amire Isten azt mondja, hogy jó. És megnyugszik az ő áldása, és lesz békesség, és használ mások számára is bennünket.
Ezért kérte Salamon, amikor fiatalon Izrael királya lett, és tényleg meg volt rémülve, hogy mi lesz ebből, hát nem értő ehhez, mit kell csinálnia egy királynak. És Isten azt mondta neki, hogy kérj, amit akarsz, és megadom. És Salamon, hadd mondjam így, kapásból ezt mondta, adja te szolgádnak bölcs szívet, hogy tudjak választást tenni jó és gonosz között, mert enélkül kicsoda kormányozhatja a te nagy népedet. És Isten azt mondja neki, hogy mivel nem kértél gazdagságot, győzelmet, hosszú életet, megadom ezeket is, de mivel a legfontosabbat kérted, kapsz bölcsességet. Érezte, hogy ez a legfontosabb, felelős pozícióban, másokat vezetve, különösen is. És amikor a zsidókhoz írt levél az érett hitű keresztjénekről szól, éppen most volt napi igénk a héten, az 5. rész utolsó versében ezt mondja, az érett korúaknak kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételben. Az érett hitű keresztjént azt jellemzi, hogy begyakorolta már, gyakorlottak az érzékei, hogyha egy döntéshelyzetbe kerül, tudja, hogy ez Isten szerint helyes, ez helytelen, tehát ez ki van zárva, a kórusban tanácsolják nekem, hogy ezt csináljam, akkor sem, azt teszem, ami Isten szerint helyes, azzal a szent meggyőződéssel, hogy csak ez lesz jó nekem is, meg az enyéimnek is. Amikor tud választást tenni, azt választja és cselekszi. Ez a bölcsesség. Jézus Krisztusban ez is adatott a hívőnek. Hadd kérdezzem ilyen egyszerűen és személyesen, van-e neked már ilyen bölcsességed? És ha van, akkor használod-e? Mert ez gyakorlás közben finomul és fejlődnek az érzékeink, ahogy itten olvastuk a zsidókhoz írt levélben. És hálásak-e a körülöttünk élők azért, hogy mi a Krisztusban, az újjászületésben kapott bölcsességünket használjuk, az ő javukra is. Jönnek-e néha hozzád, hívők, nem hívők, hogy mit szólnál ehhez a kérdéshez, mert nem tudok dönteni. És akkor mered-e vállalni az Isten szerint helyeset, és a szeretettel elmondani. Ez nem azonos a világ szerinti ravassággal. A Jakab levelének a 3. része részletesen szól arról, hogy van alulról való bölcsesség, ördögi, ravasz, huncut, és van a felülről való bölcsesség, az újjászületésben kapott, a szelíd, békeszerető, és így tovább föl van a csorolva részletesen. Itt erről az utóbbiról van szó, a felülről valóról. Engedjük, hogy ha újonnan született emberek vagyunk, hogy kibontakozzék bennünk ez a Krisztustól kapott képesség, és használjuk ezt a bölcsességet. A másik, amit olvastunk, hogy Krisztus igazságul is adatott a benne hívőnek. Ez azt jelenti, hogy igazzá nyilvánítja Isten azt, aki Krisztusban hisz. Az evangelizációs héten részletesen foglalkoztunk ezzel, most nem akarom újraolvasni a Heidelbergi K.T. 60. kérdés és feleletét sem, ami ezt világosan és pontosan leírja. Arról van itt szó, hogy Jézus Krisztus magára vállalta mindannyiunk bűnét, és kereszthalálával ténylegesen elszenvedte mindannyiunk büntetését. És Isten ezt betudja nekünk. Hinni azt jelenti, hogy én ezt komolyan veszem. Én, nyomorult ember, komolyan veszem, hogy ez érvényes, és Isten ezzel nekem tulajdonítja Krisztus igazságát és szent voltát. Én magamban továbbra is bűnös vagyok, Isten azonban a Krisztusban lát, láttuk, hogy mit jelent ez a képes helyhatározó, hogy Krisztusban, rajta keresztül látja a bűnöst, és ugyanolyan tisztának látja a Krisztusban hívőt, mint amilyen tiszta az ő egyszülött fia Jézus. A hívők üdv bizonyosságának ez az isteni kijelentés az alapja. És ennek az üdv ténynek, hogy mi Krisztusért igazak leszünk, a Krisztus feltámadása az alapja. Róma 4.25, ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. És aki ezt hiszi, annak békesség tölti be a szívét. Annak nem kell aggódnia semmitől. Az be van biztosítva erre az élete és az örök élete. Ezért olvastam föl az elején a Római Levél 5. részének az elejét, ahol az apostol ezt kifejti,
megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És folytatja szépen, hogy mit jelent ez. Nem ellenkezem többé Istennel, nem félek tőle, nem gyanakodva gondolok rá, nem féltem magamat, meg a jövőmet, meg a fiatalságomat, meg a boldogságomat tőle, benne találtam meg magamat is, az életemet, a vele való közösség maga az élet. Gondoljunk a tékozló fiú példázatára, ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott. Mikor támadott föl? Amikor újra hazament, és azt mondta, hogy atyám, veled akarok maradni, ha lehet. Vétkeztem, bocsánatot kérek. Helyreállt a kapcsolat, feltámadott. Amikor helyreáll a bűnbe esett ember kapcsolata Istennel, békessége van. Mert Isten igazzá nyilvánította. Ilyen gazdagságot kap a hívő az újjászületésben. Tudatában vagyunk-e ennek? Komolyan vesszük-e ezt, hogy miközben naponta találkozunk a magunk erőtlenségével, bűnnel való hajlamával, gyarlóságával, aközben naponta hálát adunk azért, hogy Isten a Krisztusért igazzá nyilvánított. A hívő örömének, hálájának, békességének ez a forrása. Harmadszor azt mondja az ige, hogy ő adatott szentségül is nekünk. A Biblia szerint szent az, aki egyrészt Isten mércéjével mérve is bűntelen, másrészt kizárólag Isten rendelkezésére áll, félre van téve az ő használatára. Szent az, aki bűn nélküli, tiszta, és aki mindenestül kizárólag Isten rendelkezésére használható. Ilyen egyedül Jézus Krisztus volt ezen a földön. Ő bűn nélküli volt, és ő tökéletesen engedelmes volt az atyának. És aki hittel őt befogadja, gondoljunk a mutvasárnapi igénkre, hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben, azt is szentnek látja Isten, a benne lakozó Krisztusra való tekintettel. Nem kell hosszadalmas szenté avatási procedúra, szenté avatja Isten azt, aki Krisztust hittel befogadta. Így szólítja meg Pál a gyülekezetben a hívőket. Aztán utána elsorolja a bűneiket és megdolgálja őket. Ti a Korintusban lakó, a Krisztusban hívő szentek, kezdődik a levél. Aztán utána megkapják a fejmosást is, mert az, hogy szent, az nem azt jelenti, hogy bűn nélküli. Csak azt jelenti, hogy a Krisztus bűn nélküli természete is benne van már az újjászületés által. Az ő természete maradt ugyanolyan rossz, romlott, amilyen volt. De egyre inkább az lesz jellemző, hogy Krisztus benne lakozik. Ez a megszentelődésben való előrehaladás, hogy ő növekszik a hívőben, Krisztus természete, a bűnös természet meg egyre erőtlenebb lesz, és háttérbe szorul. Ilyen értelemben a szentség ajándék és feladat egyszerre. Ajándék, mert nekünk ajándékozza Isten Krisztusban, Krisztusért szentnek lát és annak minősít, az meg az én feladatom, hogy tényleg az is legyek, és ahhoz képest viselkedjem, és éljek. Mi a különbség a megigazítás és a megszenteltetés között? A megigazítás megváltoztatja az ember helyzetét, a megszenteltetés megváltoztatja, így szokták mondani, a kondícióját, a képességeit. Az, hogy a helyzete megváltozik, azt jelenti, hogy nem ellensége többé Istennek, hanem gyermeke, akik Krisztust befogadták, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Alapvetően megváltozik a helyzete, a státusza, Isten ellenségéből Isten gyermekévé lesz. És ez lehetővé teszi, hogy úgy is éljen, mint Isten gyermeke. És egyre inkább úgy éljen, ez a megszentelődés. Megváltoznak a képességei is. A megigazítással Isten mintegy kiemel bennünket egy mély veremből, amiben beleestünk a bűn miatt, és ahonnan nem tudunk kimászni. A megszentelődés során meg elkezdek járni az élet útján, amelyik a dicsőségbe, a mennyekbe vezet. Csak azért tudok járni, mert ő kiemelt, de azért emelt ki, hogy utána járjak ezen az úton. Tulajdonképpen egy isteni tett a megigazítás és a megszenteltetés, ugyanannak a nagy isteni kegyelmi tettnek két aspektusa, két nézőpontja. Isten megigazít, mert kiemel,
aztán nekem kell már lépegetnem és engedelmeskednem. De az is az ő kegyelmének a következménye, hogy képes vagyok járni az élet útján, és megérkezni oda, ahol ő vár. A megigazítás azt jelenti, hogy Isten elfogad gyermekének. Vagy a tékozló fiú példázatára utalva megint, visszafogadja az apja a fiát, nem szolgának, hanem gyermeknek. A megszentelődés meg az, hogy a visszafogadott fiú naponta az apja parancsa szerint teljesíti az ő akaratát. Eközben bontakozik ki igazán, és jut el az Isten fiainak a szabadságára és gazdagságára. A megigazítás az egyszerű és egy örökkévalósága szóló tette Istennek. A megszentelődés egy életen át tart. A megigazítás mindenkinek az életében egyformán tökéletes. Pál apostol nem volt igazabb, mint közülünk akárki, aki Jézusban hisz. Csak mi nem vagyunk olyan szentek, mint ő volt. Nekünk még a szentségben kell növekednünk, gyarapodnunk, a naponkénti engedelmességben, az Isten akarata cselekvésében. A Sántit is a hasonlat, mégis azt mondom, közülünk többen szolgálnak a börtönmisszióban, és ők tudják a legjobban, de nem baj, ha mindnyájan tudjuk, hogy milyen nagyon nehéz a börtönből szabadultaknak a helyzete. Hogy milyen sok, különösen fiatal, szinte szükségszerűen visszaesik a bűnözésbe, mert mikor kijön a szabadulása után, s megáll a börtönkapuban végre kívülről, nem tudja, hogy mit csináljon. Nem várja szerető család, nincs munkája, és valószínű nem is lesz, megtudják, hogy honnan jött, mindenhonnan elküldik. Nincs otthona, nincs egy közösség, amelyik várná, befogadná, mit csináljon. Kevés az, hogy kiszabadult, vége a büntetésnek, meg kellene teremteni azokat a feltételeket, amik közepette csak ugyan újat tudnak kezdeni. Munkát biztosítani neki, otthont adni neki, ha a családnak nem kell, legyenek barátok, legyen gyülekezet, amelyik befogadja, van ilyen, és többen így kezdhetnek valóban újat. A megigazítás az, hogy vége a büntetésnek, szabad vagy. A megszentelődés az, hogy most mit kezdjek a szabadságommal. Gyere, kapsz munkát, vannak testvéreid, vannak, akik szeretnek, viszont akkor becsüld meg magad, és dolgozz keményen és becsületesen, akkor tartsd rendben azt az otthont, amit kaptál, és akkor becsüld meg a testvéreidet, akik nem kérdezik, hogy honnan jöttél, meg tudják, és úgyis szeretnek. Ez meg a megszentelődés. Isten nekünk új lehetőséget ad a megigazítással, Krisztus haláláért. Ezzel a lehetőséggel viszont nagyon felelősen és buzgón kell élni. Miközben tudjuk, hogy az, hogy tudunk élni ezzel a lehetőséggel, az is Isten munkája. És azért is egyedül őt illeti a dicsőség. És végül említi a váltságot itt alapigénk, ami azt jelenti, hogy kiváltani valakit a rabszolgaságból, megfizetni a váltság díjat, megvásárolni, ez a szó maga ezt jelenti leginkább is. Így váltott ki minket Krisztus a maga vére árán a bűnnek, a halálnak, a kárhozatnak a rabságából. És tudjuk följegyzésekből, a régi irodalomból, hogy amikor egy-egy rabszolgát valaki így érdek nélkül, szeretetből, talán annak a tehetségét látva, vagy akármilyen ok miatt kiváltott, akkor nagyon sok ilyen kiváltott rabszolga leborult a megváltója előtt, és azt mondta, hogy én most már hálából téged akarlak szolgálni egész életemben. De ez egész másfajta kapcsolat volt, mint amikor kényszerből szolgált a rabtartónak. Akiket Jézus kiszabadít a bűn, az értelmetlen lét, a halál szorításából, rabságából, azok mind ezt mondják neki, hogy Uram, én hálából neked akarok szolgálni. És nem hitik el azt a hazugságot, amit a világ harsog, hogy légy a magad ura. Mert ők már tudják, hogy ilyen nincs. Vagy ennek az úrnak, vagy annak az úrnak szolgál. És ő önként akar szolgálni annak az úrnak, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez már egészen más kapcsolat és más szolgálat. Mi képtelenek lennénk összetakarékoskodni a váltságdíjat egész életünkön át, Jézus fizette azt ki.
Jézus adatott tehát nekünk bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. És az újjászületésben a hívő mindezt együtt kapja. A Biblia nem úgy beszél erről, hogy úgy fokozatosan, lépcsőzetesen egymás után, hanem Krisztusban mindezt megkapta az, aki újonnan született. Legfeljebb nem tudja. Rá kell jönnie, hogy mi mindene van még. El kell kezdenie használni. Bizalommal rá kell hagyatkoznia arra az Úrra, aki megajándékozta. Meg kell kérdezni, hogy kell használni ezeket az ajándékokat. De a Bibliától távol van az úgynevezett több lépcsős üdvtan, hogy te már a megigazulásig eljutottál, de még meg kell szentelődnöd, és így tovább. Krisztus adatot nékünk Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. Ez egy mondat. És ez egyszerre történik, csak ki kell bontanunk ezt az ajándékcsomagot. Szeretném javasolni a testvéreknek, hogy tegyünk félre délután egy fél órát arra, hogy nagyon őszintén végig gondoljuk, kérve a mi Urunkat, hogy adjon ebben világos látást, hogy a miénk-e már Krisztus. Kaptuk-e mi már hitáltal ezeket az ajándékokat? És ha nem, akkor azzal kell kezdeni, hogy őt befogadni és behívni. Ha igen, akkor meg ne panaszkodjunk amiatt, hogy nincs bölcsességem, nem vagyok bizonyos az üdvösségemben, nincs békességem. Hogy ne lenne? Nézd már meg a csomagot, amit kaptál. És kezd el használni azokat a kincseket mások javára elsősorban, meg a magad örömére. Élvezd az üdvösséget. Mert Krisztus adott nekünk, ő benne adott az Isten nekünk bölcsességet, igazságot, szentséget és váltságot. Egy ilyen korban, amikor az anyagi értékekben sokan szűkölködnek, amikor egyre aránytalanabb az elosztás, vagy nincs is elosztás, még fontosabb az, hogy különösen a gyerekeinket rádöbbentsük a szellemi, a lelki értékek nagyszerűségére. Olyan nagy öröm a számomra, amikor egy-egy család életébe bepillantva láthatom, hogy itt vannak lelki értékek, ők tudják, hogy mit kaptak Krisztustól. Itt uralkodik Krisztus a családban is. És lehet, hogy 20-a körül már nagyon meg kell nézni, hogy most mit veszünk, még ennivalót is, hogy kijöjjön fizetésig a pénz, és lehet, hogy a hátsó szobában ott is fekszik egy gyógyíthatatlan beteg, vagy egy idős nagymama, vagy a gyerekekkel ott is gond van, és lehet, hogy ott is szívesebben nem menne el a szülői értekezletre az anyuka vagy az apuka, mint ahogy elmegy, mert nem lehet kiszámítani, hogy most mit fog hallani a csemetéről. Ott is megvannak ugyanazok a problémák, amik a legtöbb helyen. De mégis békesség van, reménység van, a szerény körülmények közt is elégedettség van a szívekben, ott van Jézus. Az a gazdagság, amit az újjászületés által a hívők kaptak, az érezhető, és még másnak is tudnak belőle adni. Ezt a gazdagságot kínálja nekünk a mi Urunk. Fogadjuk ezt el, hogy ezzel tudjunk másokat is gazdagítani. Van egy szép húsvéti énekünk, amelyiknek néhány verse pontosan ezt foglalja össze. Ezzel feleljünk az igére. A 348. ének 3. és 4. verseit énekeljük. 348. ének 3. és 4. verse. Nék megigazulást és a bűnből gyógyulást, Istennel békességet és boldog a reménységet nyert feltámadásával, örök igazságával.